Sziasztok, én Naiko vagyok, és újra itten leledzek a Seven Days to Die-ban. Az a lényeg, hogy az éjszakát túléltem, odalent csákányoltam, és eljöttem idáig, motorral főszedtem egy segélyszállítmányt, egy ládát, és átúztam ide, mert nekem gyanús volt, hogy itt van egy kereskedő, és valóban van egy kereskedő. És ha már itt vagyok, igazából nem ide készültem, de ha már itt vagyok, akkor nem tudom felszenni. Akkor megnézem már, hogy milyen áruja van. Pláne, hogy van neki ilyen tönkrement vegyészpadja, ami semmire nem jó. De van workbench, ami ha netán kellene valamivel, akkor lehet, hogy eljövök. Jó, nem nagy cucc, van, ó, de kell, hogy ez is tönkrement. Van benne nyíl hegy, de az nem kell. Még jó lett volna, ha lett volna ez a vegyész munkapad, de hát ha nem, nem. Legalább a workbench az is ér valamit, nem kell csinálni. Na, akkor nézzük, hogy milyen árud van, és ha már itt vagyok, akkor szerintem eladom ezt a kapát, mert én itten nem akarok kapát használni. Végül is mindent eladok, amit... nem tudok vele kezdeni, ez semmi nem jó. Ezt mindet eladjuk, mindet nem is veszi meg, fassa. Húst nem adom el, az úgyis olyan értékes. Ezt inkább SMG-t, sőt, meghagyom. Lombik. Hát ha netán sütnem kell, akkor inkább legyen. Csont nem eladó. Zsírt el tudom adni, tök jó. Bőrt eladjam, eladom, mit szenvedjek vele. Mechanikus alkatrész, az nem ad sokat érte, úgyhogy meghagyjuk. Csontot kidobjuk. És mindent, ami meg semmi értelme nincsen. Na, de viszont... mit árulsz? Először nézzük visz sematikot, hát ha van, nincsen, az van neki, amit én adtam. Ó, itt vannak érdekesebbek. Mozgásérzékelő nem kell, töltény. Sörétes 44 lenne, neki 42 adja. Hát az pedig nem jönne rosszul, mert nagyon nincs. Akkumulátor, csomag, terv, rajz. Ez szerintem nekem... nem tudom, hogy megvan, de nincs is annyi pénzem, hogy meg tudjam venni. Ha bár hazamék, akkor meg tudom, 136. napon lesz új áruja, akkor érdemes lesz 135. napon eljönni, vagy még előbb, és megvenni azt a sematikot, mert az azt hiszem lehet, hogy nekem nincs is meg. Nem emlékszek rá, hogy meg lenne. Na, de szegbelövő érdekel inkább. Szeszan készlet, az se rossz. Hát, nem lesz neki. Nem lesz, mert nem látok sehol se, hogy lenne neki. Bútor az úgyse kell, fegyverzet az szintén nem kell. Itt, ami értékes lehet az, amit néztem. Az akkumulátor csomag. Nem tudom, az a baj, nem tudom megnézni, hogy nekem ez megvan-e. Ez a sematik. Nekem gyanús, hogy nincs, de ha megveszem, csak akkor tudom meg. Ezt... na mindegy. Szerintem az az egyetlen értékes cucc van neki. Menjünk vissza a motorhoz. Lehet, hogy megveszem, ha akkor is, hogyha megvan, mert annyi pénz, nem pénz, annyi meg van nálam, úgyhogy nem nagy veszteség, ha netán 4000-et elveszítenék. Az nem nagy ügy. Viszont amiért eljöttem motorral, az az volt, hogy autókat szétszedjek továbbra is, mert találtam egy utcát, ahol
elég sok autó van, és még nem szedtem őket szét. Viszont pénz az lehet, hogy magamhoz viszem. Na, de annál érdekesebb, amit most találtam. Egy tönkrement workbench, amiben van fa. Az tök jó. De engem jobban érdekel az, hogy mi van oda bent. Ó, van egy szép. Viszont lecseréltem a sövétes fegyveremet, mert elfogyott a lőszer. És akkor minek hurcibáljam, ha nincsen lőszer. Van még valaki? Van, persze, hogy van. Ott őt lesz, gyalulom. Ha persze, találom. Mi az, hogy nem találom el a fejét? Ne, ezt akartam. Na, akkor ez is megvan. Gombákat szedem. Ja, néztem. Ilyen teleportáló hullák. Akkor potasszium is van, persze van. Nincs benne semmi. Ó, hát ez még semmit nem ér. Na, akkor viszont a potassziumot mindenképpen viszem. Nem így megy, nem mondjuk így. Nem így, így. Ezek mindenképp kellenek, fogyó eszköz, és viszonylag sok mindenhez kell. Viszonylag gyertya nem érdekel. A szép annál inkább. Na, egy rendes vadászpuska. Sőtes alkatvész. Jó, akkor mehetünk is tovább vissza a motorkerékpárhoz. Ez mit szerencsétlenkedik itt? Azt néztem. És ide kimegyek az útra, mert innen kellene nekem szétszedni autókat. Kúszómászón. Közben tojás sem lenne rossz gyűjteni, mert viszont szedtem, vagyis öltem egy szarvast. És ahhoz, ott láttam egy farkast. Ahhoz viszont kell nekem tojás, hogy sült békenest. Vagy valami hasonlót egyek. Itt felnézek már, mert itt nem jártam. Ha már itt járok, akkor nézzük már be. Ó, bunkó, az nem kell. Ez inkább. Más nincs is. Ezt viszont szétszedem. Nem mondod, hogy nincsen helyem, ez mi vas csörvicsője. Akkor viszont, ami nem fontos, a bunkó például. Van már annyi vas csövem, hogy azt sem tudom, mit kezdjek velük. Ide bent valaki van, hogy ennyire ki akar jönni. Ó, de jó cucc. A pénz ugvik. Nem kell, már ki is jöttek. Ráadásul futnak is. Ott a pénz, ezt felszedem. Na, ha már futnak, akkor felugrok ide. Nincs semmi. Ó, ezt fel tudom szedni. Talán fel. Na, azt viszont nem tudom, hogy fel akarnak jönni, vagy elfut a francba.
Na, ez így jó lesz, ha így kell egyapálni. Ez az. Legalább az egyiktől megszabadultam, az meg fut visszafele. Na, te is eljátszhatod ezt. Ez olyan volt, mintha levegőben ment volna. Ez kajakra levegőbe megy. És most esik le. Na, ilyet se láttam. Most elmegy levegőbe. Jó, szerintem én ezt unom. És irány a motor. Nem tudom, zárva van. Én itt már jártam. Vagy nem. Nagyon sok az egyforma ház. Ó, persze, összetett. Az nem kell nekem, sörétes. Most össze tudnék rakni valamit. Sörétes puskatus. Pisztoly nem kell nagyon nekem. Inkább ezt kellene szerelni. És szerintem nem is tudok mást betenni. Gyógyszer vissza. Melyik a fontosabb? Hát igazából nekem egyik se fontos. Én úgy emlékszem, hogy én itten voltam. Persze, hogy voltam, mert ki van akkor. Hogy itt hagytam a páncélszekvényt? Nem vettem észre. Na, de viszont nem ez a legfontosabb, hanem ezt mondtam, hogy itt találtam egy utcát, ahol rengeteg az autó, és még nem szedtem szét. Ezen csodálkozok, mert már azt hittem, hogy mindenhol összeszedtem az autókat, és kiderül, hogy van egy teli utca autóval. Most azt néztem, hogy hol a motor, de megvan. Itt még nem voltam, mert itt is megvannak az autók. Szeretem az ilyen lassú mozgású zombikat. Úgyhogy itt álltam le, hogy összeszedem az összes autót, miközben úgy döntöttem, hogy elmegyek a ládáért. Azt visszafelé meg belebotlottam a kereskedőbe, amit jó tudni, hogy hol van. Hát, tankolok. Nyitvát. És egyelőre azokat rakom ki, ami biztos, hogy nem találok. A kocsikban mondjuk. Hát ez nem kell most. Mondjuk lombikot talán nem találok bennük, de többit annál inkább. És akkor van elég helyem, hogy neki kezdjek ezeknek az autóknak. És szerintem itt az összes autót én lebontom. Ha megvagyok, akkor hazacuccolok. És összeszedek mindent, amit a kereskedőnél el tudok adni. És szerintem akkor jövök vissza, amikor már a kereskedőnél vagyok a cuccokkal. No, hát az autók nagy java részét összeszedtem, de azért még maradt autó. És közben találtam egy bankot is, úgyhogy visszafelé lesz mit csinálni, mert be kellene ugrani a bankba, már nem hagyom ott a bankot. Félig ki is nyitottam, de annyi zombi volt bent, hogy mennem kellett. A lényeg, hogy elhoztam minden felesleges dolgot, amit el akarok adni, mondjuk katonai sisak, hattól nem kell, mert van kettő, sokkal jobb. És nem biztos, hogy használom, mert használok helyette bányás sisakot, sokkal jobb. Abból is van még odahaza, úgyhogy nem gond, ha eladom.
És elég jó pénzt ad a benzines hordókért, 6000-et, 17 darabé, úgyse kell, nem használom. Legalábbis itt nem kell, Magnumot is, és a szerszámíjat is eladom, mert jó pénzt ad érte. Rakétavedőt pláne, pénzt hogyne, és a legrosszabb akkumulátort és motorblokkot úgy szintén lakatot. De viszont itt nem messze találtam még lakatot, még várakoztam a nyitásra. Addig itten szétnéztem, hogy mi van a környéken. Például volt itt valahol egy madárfészek tojással, ami nekem kellene. És rattó pont nem azokat találom meg, amiben tojás is van. De nem az a lényeg, hanem itt találtam egy fatuskót benne még eladható cuccal. És valahol itt van még fészek, itt van az egyik. Ebből a tojást én elviszem. És még egynek kellene, ebben nincsen semmi. Pedig még egy fészket láttam, de mindegy, nem fogok itt keresgélni. Az a lényeg, hogy még azt a lakatot el tudom adni. Gondolom a húst nem lehet, meg a hálózsákot az se lehet, de kár. Na mindegy, a lakatot mindenképpen eladható 147-ért. És nézzük azt a sematikot. Hol láttam én azt? Még nem vagyunk a 136. napon, ugye? Nem, 135. Lakat, ezeket mind én adtam el. Hol láttam én? Melyik részem? Nem mondott, hogy valaki azóta megvette. Pedig nem látom. Itt abszolút nincs. Ja, lehet, hogy ebbe van. Ja. Itt van, megvesszük. Van most 20 000 pénz, és ez kerül 5000-be. Nem számít. És lehet, hogy nem tudom megtanulni, vagy mi van. De, meg tudom tanulni. Na, legalább ennyivel is elővébb vagyok. Akkumulátor csomag. Ez még jó jöhet. Azt a szekrényt nem érem el? Dehogy nem. Áj, nincs benne semmi. Oké, akkor egy recept, egy fontos recepttel viszont előrébb vagyok, mint gondoltam. Azt nézem, hogy van nálam valami felesleges, de nincsen. És még 15 000 pénzem megmaradt. De ez még sokkal több is lehet, ha kitalálok. Mert akkor visszafelé beugrok a bankba, amit találtam autó szétszedés közben. Hol a motor? Ott van. Azt hiszem ezekben nem találtam semmit. Jajaja. Az nem kell. És akkor visszafelé bemegyek, én elméletileg be is jelöltem, abba az irányba kell mennem. Úgy sac per kb. Bejelöltem, mert azóta nem tudom, itt is van valami. Ja, ezt már néztem. Ja. Ezt néztem legutóbb. Merre? Abba az irányba. És elég jó kis széfeket találtam. És azt hiszem meg is jöttem. Igen, ezeket az autókat még nem tudtam összeszedni, mert helyem se volt. Meg miután megtaláltam a bankot, amit tudtam, kilútoltam. És itt van a bank. És még soha nem találtam bankot, úgyhogy itt volt az ideje. Félig már összeszedtem a cuccokat, sőt kiszedtem a páncél ajtót. De viszont a
pénzt, a páncélszekrényeket nem tudtam kilootolni. Úgyhogy, de viszont emiatt nem tudtam kilootolni, mert sugárzó zombik voltak, itt jöttek, mentek minden irányba, és jó volna azt leszenni onnan. Jó lenne, ha csak ennyiből állna az egész. Az fejetlenül ott el van. Ezt még múltkor öltem. Ezt még ki se nyitottam, meg ezeket se. És itt a szekrény. Ó, de jó, hogy hol van sugárzó zombival, és pont, hogy töltenem kell. Na, húzzunk odébb. Ez a fegyver az a baj, hogy gyenge nálam. A pisztoly még elég gyenge. Óha! Meg is fertőzött. Na most jó lesz kiugrani egy kicskét. És kihozni őket a nyílt terepre. Fogadjunk, hogy eltalál. Nem, mert még nem jött ki. Ez a rohadt utántöltés. A felrobbant. Inkább idekint robbanjál fel. Need a feje. Elvesztette a fejét. Na, a többinek is ki kéne jönnie. Ez a baj, nagyon sokat rohangál. Ez nem jó, nem rossz amúgy. Ah, nagyon sokan vagytok itt. Hoppá. Megértem, hogy nagyon védik, mert értékes helységnek számít. Hú, lehet, hogy kéne javítanom magamon. Mondjuk kötszer nem ártana, ha használnám. Ah, én akartam megcsapni. Bunkóbot. Na, megint elveszítettem egy wellness-t. Hát van ez így. Mostanában nagyon sűrűn veszítem el. Na, elméletileg kitisztítottam a terepet. És remélem most már nem jön senki. Igazgató irodája nem ez. Hanem annak jobb van. Itt van. Egyelőre kilútolom a kevésbé értékes dolgokat is, majd az értékesekkel fogom befejezni. Addig hát, ha felbukkan egy-két zombi. Ha valaki még van. Vagy kint, vagy itt bent. Jó, nincs itt senki. Ó, fegyó. Ezt a módkor kiszedtem. Jó, én azt hiszem, hogy ki van tisztítva a terep. Ezt még nem néztem. És az azt jelenti, hogy mehetek a páncélszekrénybe. Azt hittem, valaki be akar jönni. Hoppá! Valahogy ezt nagyon védik, mert ezt muszáj védeni. Inkább nem késsel kéne. Ó, az ajtót legalább kinyitotta. Azt nem tudom, meghalt? Hoppá! Ó, de jó, hogy meghalt, mert nem akarok vele szórakozni. Jó, akkor a páncélszekrény még nincs kitisztítva. De most már. Talán nem jön senki. Na, hát akkor itt az ideje, hogy nyitogassunk. Azt hiszem ez mind zárva van, igen.
mindet ki kell nyitogatni. Na, jó kis fe, pont azok a fegyverek, amik hiányoznak általában. Ó, most adtam el a magnumnak a többi részét, de mindegy, úgy se akarok magnumot csinálni. Úgy tűnik, hogy itten csak fegyverokat vészek lesznek. Hát sajnos tele vagyok, úgyhogy ki kell pakoljak. És nem jó irányba jövök. Ez a köd, ez megint nagyon hiányzott. A fegyverokat vészt. Végülis ezeket lehet, hogy valamelyiket össze is tudom rakni. Vadászpuska. Sövétes vadász, ja, tudom szerelni. De max ennyi. Vadász, sövétest így engedi. Vajon melyiket? Aha, pont a rövidet. Akkor még egyszer. Szerelés a hosszút. És több alkatrészem nincs, ezt viszont kidobhatnám, ezt megehetném, mondjuk ezt is, a macska kaját is. És akkor már is több helyen van. Szennyezet nem kell. Ide vesző szintén. Ezt egyelőre bepakolom. Már is több helyen van. Ó, itt lett volna egy sövétes adagoló. Akkor vissza. Sövétes szerelés, és egy adagolót beteszünk. Hoppá. És akkor még több hely marad. A többi maradhat, mert ez lehet. Pisztolyt bevakatjuk. Oké, már is több helyen van. Lehet, hogy vissza kéne, ott a sövétes lőszer, vissza kéne menni a kereskedőhöz eladni pár cuccot. Lehet, hogy az lenne a legjobb megoldás. Ja, még vannak páncélok. Mondjuk. Ja, ezt már egyszer feltörtem, jó van, oké. Csak ezeket nem. Én visszamegyek a kereskedőhöz, és ami felesleges van nálam, azt még eladom, és a többit pedig viszem haza, visszafelé pedig ezeket a maradék autókat összeszedem, mert még úgyis csak dél van, 135. napon vagyok, de viszont ez a videó itt ér véget, úgyhogy találkozunk legközelebb, szevasztok!